A Ne felejts bölcsödében énekelnek a gyerekek az udvaron. Jelenleg ez az ügyeletes intézmény a városban, amelyik fogadja azokat a kicsiket, akik saját bölcsődéjük két hetes zárvatartása alatt is járnak közösségbe. Július 18-án kezdődött meg a kéthetes nyári vakáció a város kisgyermeknevelő intézményeiben. Ezek nem egyszerre zártak be, folyamatosan biztosítottak ügyeletet. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó 9 bölcsőde két ütemben tartott szünetet ezen a nyáron. Július 18-ától két héten át zárva volt a Napsugár, a Hóvirág, a Ne felejts, a Babaház, a Bóbita és az Apraja falva bölcsőde. Az ezekbe az intézményekbe járó gyerekeket ügyeleti rendszerben július 29-ig a Tőke utcán található Katica bölcsőde várta. Augusztus 1-től fordult a helyzet, azok a bölcsődék zártak, amelyek addig nyitva tartottak. Így augusztus 12-ig bezárt az Őzike, a Mici Mackó és a Katica bölcsőde. Ezek gyermekei és dolgozói mentek szünetre. Ebben az időszakban a Sarkantyú utcai Ne felejts bölcsőde biztosít ügyeletet. A zárvatartás az intézmény részéről azért fontos, mert hogy ilyenkor el tudjuk végezni a felújítási munkálatokat, valamint a takarítási munkálatokat. Ugyanakkor a szülők részére pedig, aki nem tudja megoldani ez idő alatt a gyereknek az ellátást, akkor folyamatosan tudjuk biztosítani a gyereknek az ellátását, és a szülő pedig el tudja végezni a munkáját. A szülőknek abban az intézményben kellett jelezni az ügyeleti igényt, amelyikbe a gyermek évközben jár. Az ügyeletes intézményben a gyerekek ugyanolyan ellátásban és gondozásban részesülnek, mint saját bölcsődéjükben. A szülőknek a gyermek mindennapok során használt tárgyait, felszereléseit kellett elvinni a fogadó intézménybe. A zárás ideje alatt a bölcsődékben kisebb-nagyobb felújítási, takarítási és fertőtlenítési munkákat végeztek annak érdekében, hogy a nyitást követően megfelelő környezet fogadja a legkisebbeket. A zárvatartások alatt a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretein belül működő intézményekben 40 millió forintos önkormányzati forrásból megvalósuló beruházásra került sor. Így például az Őzike és a Napsugár bölcsőde teljesen megújult, de a többi intézményben is voltak felújítási munkálatok. Az önkormányzat 2016. januárjától már 10 millió forinttal támogatta a bölcsődei felújításokat, a nagyobb munkálatokra pedig a szünet ideje alatt került sor. Augusztus 15-től mind a 9 intézmény a megszokott rend alapján fogadja bölcsődéseit.